Szervusztok! Sok szeretettel köszöntök benneteket, és Isten hozott itt van. Ezek jó hangzik, nem? Jó. Másodszor ne köszöntsétek egymást. Szpirimára játszottam. Úgy döntöttünk, hogy speciális helyzetek miatt már adventi időszak van, mert december 24 a Szenteste vasárnap, az vasárnap, ezért 17-én lesz a közös karácsonyunk. És azt megelőzően nagyon speciális dolgok indulnak el. Holnaptól? Igen. Nem, már mától, tegnaptól. De főleg holnaptól, igen. És addig van, a mai napra együtt 4 vasárnapunk, úgyhogy ezért úgy döntöttük, hogy ma már átvent lesz. És hogy ő az átventi bosszunk. És ezek különleges vasárnapok lesznek, mai nappal együtt, mert az adventről lesz szó, ami az eljövetelről szól, Jézusnak az eljövetelére való felkészülésről. És egyik oldalról, másik oldalról pedig előkészítésről is szól, az út előkészítéséről is szól. És számunkra is ezek a hetek erről fognak szólni. Minél több ember szeretnénk megszólítani, minél több ember szeretnénk megérinteni az örömhírrel, és a december 17-es karácsonyi műsorunkkal, amire minél több ember szeretnénk majd meghívni. Úgyhogy ezek a vasárnapján kicsit erről fognak szólni. Úgyhogy igazából már ma is advent is, és karácsony is van. Szóval ma már, mert mi hamarabb kezdjük kicsit. Olyan, mintha már hamarabb indulna a Vörösmarty téren a karácsony. Már ugye van. Na mindegy, kicsit mi is hamarabb kezdjük. Nem fogunk lemaradni. Jó, nyissátok ki Lukács evangéliumát a 20. második fejezetnél. A másik fejezetet fogjuk együtt elkezdeni, az 1-től a 20-as versekig fogjuk olvasni. Igen. Viszont egy kis mozgással elkötve, kérlek állj fel. Együtt fogjuk olvasni Isten igéjét. Szóval Lukács 2, az első versről olvasom. Abban az időben Augustus császár parancsot adott, hogy írjanak össze mindenkit a római birodalom területén. Ez volt az első népszámlálás. Ebben az időben Szíriában Cirénius volt a helytartó. Mindenki elment tehát a saját szülővárosába feliratkozni. Ami van egy YouTube csatornán, soha fel lehet iratkozni. József is elindult a galileai Názáretről, hogy a júdeai Betlehembe menjen, Dávid városába. József ugyanis Dávid családjából és nemzetségéből származott. Beleutazott a jegyese is. Vannak a közöttünk jegyesek? Kérlek, tegyétek! Ott a pont, igen. Mária is, aki gyermeket várt. Amik Betlehemben voltak,
Mindannyian várjuk, Jézus! December 17. Amíg Betlehemben voltak, elérkezett Mária szülésének ideje, meg is szült első szülött fia, befolyált és a jászóba fektette, mert a vendégfogadóban nem volt hely a számukra. Azon az éjszakán a környékbeli legelőkön pásztorok őrizték nyájukat a szabad ég alatt. Egyszer csak megjelent előttük az Úr egyik angyala, és az Úr dicsősége körülragyogta őket. A pásztorok nagyon megrémültek, de az angyal ezt mondta nekik: ne féljetek! Azt hiszem, mindenki nagy szüksége van mostanában ezekre a szavakra. Ne féljetek, mert nagy öröm hírét hoztam, amelynek minden ember örülni fog. Ma megszületett nektek a szabadító a Dávid városában. Ő a Krisztus, az Úr. Erről jelről ismeritek fel. Egy csecsemőt találtok, aki bekójába fekszik a jászolban. Ekkor hirtelen hatalmas angyali sereg csatlakozott az első angyalhoz, és együtt dicsérték Isten. Dicsőség Istennek a mennyben, és békesség a földön azoknak, akik Isten tetszése szerint élnek. Ezután az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok pedig ezt mondták: menjünk Betlehembe, és nézzük meg, mi történt ott. Hadd lássuk, amit az Úr mondott nekünk. Ezzel sietve útnak indultak. Meg is találták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő csecsemőt. Miután őt meglátták, mindenkinek elmondták, amit az angyaltól megtudtak róla. Ezen mindenki nagyon csodálkozott. Mária szívében őrizte mindezt, és sokat gondolkodott rajta. Ezután a pásztorok visszatértek a nyájukhoz, köszönetet mondtak Istennek, és dicsérték mindazért, amit láttak és hallottak. Mert minden pontosan úgy történt, ahogyan az angyal előre megmondta nekik. Örülök, hogy álva maradtatok, mert imádkozni fogunk. És így együtt fennállva. Szeretnénk felemelni a Te nevedet, Jézus. Szeretnénk áldani Téged mindazért, amit tettél, mindazért, amit mi hallottunk, mindazért, amit láttunk, mindazért, amit eddig közöttünk cselekedtél, mindazért, amit a mai nap is közöttünk cselekszel, amit a jövőben is fogsz. Hiszük azt, hogy a Golgotai kereszt ennek a világnak a leges, legmagasabb pontja. A Te kereszted, Jézus, a Te munkád, a Te műved, a Te küldetésed, ahol egyszer és mindenkorra legyőzted a gonoszt, legyőzted a halált, megváltást szereztél a számunkra, szabadságot szereztél a számunkra, örök életet, üdvösséget. Szeretnénk nyitottak lenni, szeretnénk befogadni mindazt, amit elkészítettél számunkra. Szeretnénk azt kérni, hogy járj közöttünk, érítsd meg a szíveinket, érítsd meg a sebhelyeket. Semmi máshoz nem hasonlítva a Te érintésre, a Te hangod, a Te szavad. És mindennél jobban szükségünk van rád. Jézus nevében. Amen. Amen. Kérlek, foglaljatok helyet. Az első karácsonyi éjszakáról fogunk egy kicsit beszélgetni, arról a beteljesedésről, amit Ézsaiás a proféciáiban már megírt. Arról az éjszakáról fogunk kicsit beszélgetni, amiről minden évben úgy éneklünk, hogy csendesél. Ki énekel egy karácsonykor, hogy csendesél? Megvan ez a nóta ötötöknek. De hogy ahogy láttuk a történetben, ez az első karácsonyi éjszaka egyáltalán nem volt egy csendes éjszaka. Ez az éjszaka egy nagyon is zajos, lármás, kiáltozásoktól, fegyvercsörgéstől, hazatartó családok tolongásától és gyermeksírástól hangos éjszaka volt. Ez nem volt betervezve. Az összeírás, az adóbehajtás, a megaláztatás és a félelme az éjszakára volt. Egészen más, mint általában a mi díszes karácsonyi éjszakáink. És éppen ez volt az az éjszaka, amikor
amikor eljött közénk az, akit már régóta megígértek a proféciák, akinek az érkezéséről már régóta szóltak ígéretek. Pontosan ez az éjszaka, ez az egyik legsötétebb éjszaka volt. Az az éjszaka, ami az egész emberiségnek a történelmét megváltoztatta. Sok ember életét megváltoztatta, és sokunk életét is azóta is formálja. És ezt fogjuk megnézni, hogy ahogy erről a karácsonyi éjszakáról gondolkodunk, hogy a pásztorok, ahogy voltak ebben az éjszakában, ebben a sötétségben, mit akar üzenni Isten nekünk rajtuk keresztül? Hogy mit üzen ez a felragyogó fény, miről szól az angyali örömüzenet, és miről tesz bizonyságot az a betlehemi gyermek akkor és ma? Az éjszaka az egy sötétség. Ez egy olyan sötétség, ami ijesztő és félelmetes. Mi emberek általában nem szeretjük az éjszakát, mert a halálra emlékeztet, az elmúlásra, a magányra, a kiszolgáltatottságra, az ismeretlenségre. A sötétség eltorzítja a méreteket, elrejti a távlatokat, lehetetlenné teszi a kilátást és bizonytalanná a pillanatokat. A sötétség megfúz bennünket önmagunktól, egymástól és Istenünktől is. És ezen az első karácsonyi éjszakán sötét volt, mert a római elnyomás épp úgy sötétté tette, mint azoknak a szeretetlensége, akik lenézték ezeket a pásztorokat, akik a pusztában tanyáztak. Azoknak a szeretetlensége is sötétté tette ezt az éjszakát, akik megvetették, a pogánok és a bűnösök közé számlálták ezeket a pásztorokat. De nagyon hasonlóak a mi éjszakáink és a mi sötétségeink is ehhez az estéhez. Sokszor hiányoznak az éjszakáinkból a szeretet, a reménység, a békesség, a türelem. És éppen ezért ez Istennek a kérdése valamennyiünk számára, hogyha sötét van, akkor mit csinálunk? Mihez kezdünk a sötétséggel? Három pont következik. PPT nélkül. Amint tényleg most PPT. Három lehetőségünk van, hogy mihez kezdünk a sötétségben, mihez kezdünk az éjszakával. Az egyik lehetőségünk az, hogy átalusszuk az éjszakát. A sötétségnek és az éjszakának a félelmei elől menekülhetünk az alvásból. El lehet hallgattatni a lelkiismeretünket, a bűntudatot, a léleknek a vágyódását. Hogyha ez nehezebben megy, akkor akár mesterségesen altatóval is meg lehet ezt támogatni. Nem veszünk komolyan sem egymást, sem önmagunkat, Isten pedig a legkevésbé. Inkább nem hallunk meg semmit, ami felkavarna, ami válaszra készítene, inkább alszunk tovább. Van úgy, hogy még karácsonykor is. Fölébredünk egy-egy rövid időre, hogy feldíszítsünk egy fenyőfát, alárakjuk az ajándékainkat, de gyorsan visszaalszunk, mielőtt ez a karácsonyi Jézus a mi szívünkben születne meg, még mielőtt ő kérni, hogy ajándékozzuk neki az életünket. Tehát van, aki alszik, akinek alszik a lelke, talán most is. De ezek a karácsonyi pásztorok ezt üzenik, hogy az éjszaka ettől még nem változik meg. Átaludhatjuk az éjszakát, aludhatunk a sötétségben, de ez nem fog változtatni az éjszakán. Nem lesz ettől világosság, hogy nem veszünk tudomást a sötétségről.
és a szívünkben, az életünkben lévő sötétség sem szűnik meg magától. Hogyha csak takargatjuk, akár mások előtt is, akár önmagunk előtt is, akár Isten előtt is, át lehet aludni az éjszakákat. Van egy második lehetőségünk is. Mesterséges fényel űzhetjük el a sötétséget. Nem várjuk meg, míg felkel a nap. Gyertyát gyújtunk, hogy lámpát kapcsolunk. De ez a fény még nem ad életet az élőknek, nem táplálja a növényeket. Ez megvan, növények. Amúgy. Kiszólás. Milyen szép, köszönjük a Makovics házas párnak. Minimum egy taps. Azt lehetett hinni, hogy meghalt a fű. Mekkora lett? Hol tartottuk? Szóval ezek csak mesterséges fények, amik a növényeknek se adnak életet, nekünk se adnak életet. Sokszor ugyanígy próbáljuk mi is mesterséges pótlékokkal elűzni életünknek a sötétségeit és félelmeit. Tele van az életünk fél vagy álmegoldásokkal, amelyek ideig óráig elégtételt adhatnak. De az első komolyabb vihar romba dönti őket. Tudtad, hogy sokkal könnyebb bármit is feladatot folytatni? De ugye alapvetően még egy fiatalabb csapat vagyunk, fiatalabb az átlag életkorunk, az életnek a nagy része az előttünk van. Akármilyen nehézségben vagy, akár most, vagy leszel a jövőben, mindig sokkal könnyebb feladni, mint folytatni. Van egy harmadik lehetőségünk is. Csinálhatjuk ugyanazt, amit a pásztorok is tettek azon az éjszakán. Őrködtek az éjszakában. Ezek a pásztorok nem aludtak, ezek a pásztorok virasztottak, azért, mert vártak valakire. Szembenéztek a sötétséggel, keresztül néztek a sötétséggel, és a világosságot hozó fényt várták, a reggeli napnak a fényét, vagy a lelkük sötétségét, oszlató isteni fényt, a megígért messiást. Mi vajon hogyan töltjük az éjszakáinkat? Te hogyan töltöd az éjszakáidat? A mindennapjainkat, a lelki sötétségben, a sötétségnek az óráiban, szemet hunyva és álomba merülve, valami pótlékkal, megvilágosodás reményében, vagy virrasztva, örködve és az eljövendőre várva. Iszonyatosan nehéz várni. Nagyon nehéz várni. Én például csütörtökön most azt hittem, hogy holnap, azaz pénteken lesz, az a péntek, a fekete péntek. Kéne egy mikrobeli fritőz, és én egy nagyon pici, hogy? Igen, aztán nekem én is látom ilyen összezavaró üzeneteket, hogy most kettő péntek is van, vagy nem értettem. És aztán a feleségem mondta, hogy az jövő hét, mostani péntek, az a péntek. Át kellett hívni a naptárat. Tovább aludtam. Fritőz, mikro, jövő héten. Ezek a karácsonyi pásztorok azt tanítják nekünk, hogy Isten azokat látogatja meg, és azokhoz küldi az ő örömhírt hozó követeit, ma is, akik így várják őt. Örködve, virasztva és várakozva. Nagyon sokszor hiányzik a mi életünkből is a fény.
Mit tehetünk ilyenkor? Mit tehetsz, amikor úgy érzed, hogy hiányzik a fény az életedből? Az egyik, amit tehetünk, hogy fényt gyújtogatunk az éjszakában önmagunknak. Ez olyan fény, ami nem terjed messzire, és nem is űz el minden sötétséget. És sokszor inkább önáltatás, hogy meg tudjuk oldani életünknek a nagyobb problémáit. Sőt, akár lehet mögötte az a nem tudatos gondolat is, hogy mi majd ki tudjuk fizetni az Istent. Van, aki ezt megpróbálja, és a jó cselekedeteire hivatkozik, arra, hogy becsületesen eljár az imaházban, a imapincében, pincetemplomban, hogy minden nap elmond egy imát, önáltatás az, hogy tudjuk rendezni a bűneinket, de az ítéletet majd csak átvészeljük valahogy, hiszen a jó Isten úgy is szeret minket. Gyújtogatunk olyan fényeket magunknak, mivel olyan Krisztust imádunk, akinek mi parancsolhatunk. Ő legfeljebb a végén majd mond egy áment arra, amit mi követelünk tőle. Tiszteletünk olyan Istent, akinek nem muszáj mindig és mindenben engedelmeskedni. Alkothatunk olyan közösséget, amely csak önmagáért él, és csak önmagát emlékezteti Isten a felséges tettei és a Biblia igényére. Vagy esténként meggyújthatjuk a televíziónak a fényét, hogy betöltse lelkünk sötétségét. És már nem szól hozzánk az Isten, és mi sem szólunk hozzá, sőt már egymással sem beszélünk, valakinek a hangját mégiscsak halljuk. Vasárnaponként pedig körbeállhatjuk a vallásunknak azt a tüzét, azt a nagy mágiát, amit sokszor tényleg már csak vasárnaponként gyújtunk meg, de hétköznap már a parázsra sem emlékezünk. Van egy második lehetőségünk, hogy hogyan gyújtsunk fényt ezekben az éjszakákban. Ezekben az éjszakákban a sátán is gyújtogat fényt, ám ez olyan fény, ami világosságot ígér ugyan, de csak még nagyobb sötétségbe taszít. És mennyire sokszor elvakít a ragyogása, mert körül ragyogja a testét, a földit, az anyagit, ígérhet gazdagságot, sikert, hatalmat, biztonságot, de a lelkeket rabságba és nyomorba dönti. Az embertől az Isten mindig elrabolja. Mert annak, amit a sátán kínál, mindig ez az ára. És éppen innen lehet felismerni, hogyha az a fény, amelyet követek, vagy az a fény, amelyet követ, a golgotai kereszttel ellentétes irányba vezet, az egészen biztos, hogy a sátánnak a fénye. És ez lehet, hogy erős gondolat, de talán sokszor éppen karácsonykor ez a sok fény áradat. Ez nem olyan, mintha a gonosznak a fénye lenne. Amikor a karácsonyfát azért állítjuk, hogy eltakarja azt, aki ma született, és azt a bölcsőt nem azért ringatjuk, hogy fel ne ébredjen ez a kisded Isten. A sátának tetszenek ezek a kiüresedett vallási formák, amiket hülyen áthagyományozunk generációról generációra, minden évben faragunk egy kis jászolkát, abban teszünk szalmát, vagy szimát, szalma. Hát én egyszer ezt mondtam, nem Budapesten. Ott van földművelésügyi háttér. Ott megmondják, hogy? Almát. Évről évre. Ki nem volt pásztor a suliba legalább egyszer. Én sokáig bokor meg fa voltam, karácsonyban,
az volt a legbiztosabb. Tehát az évek is előléptem pásztorral, ami hasonlóan annyit beszél, mint egy fal. De legalább már ember volt. De viszont, igen, ilyen emberszerű. Ez addig tartott, amikor az egyik fokossal, nem tudom amúgy, hogy van-e fokos a pásztoroknak, de gondolom el sikerült összeszedni a szülőknek, hogy a gyerekekkel karácsonyozzanak. Én kisködmöntnek fokosokat, valamilyen, hogy hívják a fejfedőt? Kucsma. Csak hogyha vannak ilyen Budapesten túl ismeretek, akkor... Akkor csak a pirítettek. Kucsma. Szóval addig tartott ez a pásztorkarrierem, addig véletlenül a fokosra hadonáztam, és szerintem csak a vállamra tettem, de valakinek ott volt a feje. Kérdezzük, nem én voltam, de jövőre már nem voltam pásztor. Szóval ez tetszik a gonosznak, hogy imádság nélkül, áhítat nélkül. Karácsonyunkat tartsunk, ahogy Jézus nem uralkodik a mindennapokban. Örüljünk, meg együnk nagyokat, ajándékozgassunk egymásnak, csak magunkat ne ajándékozzuk, ne ajándékozzuk Istennek. És van egy harmadik lehetőségünk, még ez az igaz. Ez kell pedig szemben. Nekünk is ugyanúgy, ahogy azoknak a pásztoroknak, arra a fényre van szükségünk, amit maga az Isten gyújtotta abban az éjszakában. Csak ez a fény tud áthatni a sötétséget, csak ez a fény tud életet fakasztani a halott földből, csak ez a fény tudja beragyolni valamennyinknek az életét, csak ez tudja felmelegíteni a szívünket. Ez az a közelség, ez az a ragyogás, aminek a közelsége megoldást hoz életünk minden kérdésére. Ne tévesszen meg az bennünket, hogy ez a fény nem mindig látható úgy, ahogy ezen a karácsonyi éjjelen, ahogy ezen az első karácsonyi éjjelen látták a pásztorok. Amikor valaki felnyitja a Bibliát, akkor mindig ez a fény gyúl ki. Amikor őrködve imádkozva várod Isten megérkezését, akkor ugyanez a fény fog kigyúlni. Mert ő megérkezik mindenhova, ahol várják őt. Ugyanerre a fényre van szükségünk, de nem mesterséges, hanem mennyei fényre. Amelyben Isten van jelen, akinek jelenléte elűzi a sötétséget és a félelmet. Ez az a fény, ami a világ világosságon megérkezett közén 2000 évvel ezelőtt. Azt olvassuk, hogy üdvözítő született ma nektek. Ezt a betlehemi éjszakát Isten szabadításának az örömhírét tette ragyogóvá. Ugyanígy a mi éjszakáinkban is ez az örömhír hozhat világosságot, és ez adhat életet. Ez az az örömhír, ami egy régi ígéretnek a beteljesedéséről szólt. Ezt már jóval előre megígérte Isten. Megígérte az ő népének a messiást, már Ádám szívének is ez az ígéret volt a reménysége. Az eljövendő tartotta őt életben. Isten népének a hitét minden korokon keresztül, és persze ezeken belül a mi időnk a legnehezebb. Ma, most a legnehezebb. Nem olyan régen még egy hétköznapi dolog volt ebben a városban is, hogy bombák hullottak az égből. Azt ma már éppen, hogy csak ilyen filmekből láthatjuk. A legfeljebben mondjuk az eső, vagy a fáradtság, vagy a
3-as metró átalakítása akadályozhatja találkozásunkat egymással és Istennel. Persze Isten mindenhol ott van, ahol mi vagyunk, mert mi vagyunk a templom. De van erő abban, amikor összejön Isten nép, és együtt emeljük fel az ő nevét. Itt nem is olyan messze. Veselényi utca imaházat is érte bombatalálat ezekben az években. Aztán azután a következő évtizedekben pedig egyszerűen bombák nélkül is életveszélyes volt találkozni. Evangélium könyveket vásárolni, vagy vinni át a határon, gyógyszereket, bibliákat, vinni egyik helyről a másik helyre. Évtizedeken keresztül veszélyes volt. Szóval mi volt a megnevezése? Valamilyen államhatalom elleni, vagy valamilyen szervezkedés. Isten szavával való foglalatosság. Tilos voltam is olyan rég, Budapesten is. Valaki megszámolta, hogy az Ószövetségben 3 profécia szól Jézusnak az eljöveteléről, és a szám tippek le. Igen, mondjuk lehet rosszat mondani, és akkor ezt nem jó hangosan. 100 alatt fölött. 143. 143. Megijedtem, hogy ez pontos, és akkor nekem már rosszul. Az is fontos. Na, én azt találtam, már nem én kerestem össze, de 270 profécia is szól az Ószövetségben megváltó érkezéséről. És ezen a karácsonyi éjszakán valamennyi régi ígéret beteljesedett. Másrészt ez az örömhír arról is szól, hogy Isten cselekedett. Nemrégen egyik estén csak erről a Biblia versről szólt, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, érte, ezért a világért érte, hogy aki hisz ő benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen. Ezt értünk tette Isten, és ezzel azt mondja, hogy szeret téged, hogy a fiát adta, érted, hogy megmentett téged. Ekkora az ő szeretete felénk. Erről szól ez a karácsony este, ami aztán tovább folytatódott a nagypéntekben, hogy aztán húsvétkor győzelem legyen, teljes győzelem lehessen ebből. Harmadrészt ez az örömhír, ez a jövőről is szól. Ez valamennyünk számára jövőről szóló ígéret. A megváltónak a születését hirdeti, de a megváltásnak az elfogadása az egy egészen személyes pillanat valamennyünk életében. Ez az örömhír azt üzeni, az első karácsony után el kell érkezni a második karácsonynak is. Annak a karácsonynak, amikor már nem egy betlehemi jászolban, hanem a mi szívünkben, a te szívedben és az én szívemben születhet meg az Úr Jézus. És ugyanezen a folyamaton átmehet az Istennel való kapcsolatunk, ugyanúgy, ahogy Jézus felnőtt és úrrá lett, és király lett, ugyanúgy a te szívedben és az én szívemben is felnőhet úrrá és királyá. De egyszer az az örömhír maga egy cselekedet és cselekvésre készítető dolog. És erről szól ez az adventünk, és erről fognak majd hamarosan néhány mondatot, információt átadni Tamásé, hogy hogyan szeretnénk mi is ebbe az időszakba cselekedetekkel belemenni. Ez az éjszaka, ami érkezett a pásztorokhoz, ez az örömhír, ezen az éjszakán nem hagyta nyugodni őket sem.
meg akartak bizonyosodni erről. Hogyha igaz ez az örömhír, akkor az mindent megváltoztathat az életükben. Ha igaz az, hogy megszületett az Isten Szentje, ha igaz az, hogy helyettem halt meg a Golgotán, ha igaz az, hogy a halála után dicsőségben feltámadott, ha igaz az, hogy egy teljesen új Istennel közös életet nyerhetek tőle, akkor nem maradhatok ülve a padban, akkor nem aludhatok tovább az éjszakában, és akkor semmi sem lehet fontosabb annál, hogy oda sírjam az életemet, az életemnek az ürességét, a hibáimat, a vétkeimet az ő szerető karjaiba. Csálásnak fogadjam el ezt a karácsony ajándékot, ezt a legnagyobb ajándékot. Hiszen ettől nagyobbat, szebbet és örökkévalóbbat senkitől nem kaphatunk. És ez az én kívánságom és imám is valamennyiünk számára, hogy ez a karácsony erről szólhasson, hogy megbizonyosodhassunk valamennyien arra, hogy ez mind igaz. És a következő néhány percben egy ehhez nagyon-nagyon szorosan kapcsolódó történetet szeretnék megosztani veletek. Ehhez a YouTube segítségét fogjuk kérni. Kezd nálunk lenni, hogy minden vasárnap elhangzik egy bizonságtétel. Ma
az ő bizonyságtétele hangzott el itt közöttünk. És itt a történet még nem ért véget, mert amikor a, azt hiszem a második bemelítkezésünkre készültünk, a Dandár utcai gólfűtőben, akkor András bemelítkezett. Köszönöm. Gábor bemelítkezett. Ki az, aki Gáborral még bemelítkezett? Így van. Erre bátorítsa fel Isten a szívünket, hogy kövessük az ő példát.